Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Két héttel ezelőtt, amikor itt voltam, akkor ígértem, hogy hát azok a nitrogénes, folyékony nitrogénes kísérletek, amiket kimaradtak, azokat most be fogom pótolni. Most folyékony nitrogénnel fogok kísérletezni, és tényleg nem nagyon lehet az előadáshoz kapcsolni, de ha hát valami eszembe jut, akkor azt majd megemlítem. Ugye kicsit átismételjük a dolgokat, ugye ebbe a speciális edényben, be folyékony nitrogén van, amiről mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon hideg, mínusz 196 Celsius fokos, és súlyos fagyási sérülést tud okozni, ezért óvatosan kell bánni vele. Itt most jelenleg azért van beragasztva a kezem, mert hétfőn is kísérleteztem vele, és az egyik kísérlet nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, de megpróbálok óvatos lenni. Átöntöm ebbe az átlátszó falu edénybe, és láthatja mindenki, hogy első ránézése olyan, mintha víz lenne, olyan víz, ami ugye forrásban van, csak éppenséggel ez nitrogénből van. A forráspontja mínusz 196 Celsius fokos, és mivel jelenleg forrásban van, ezért biztosak lehetünk benne, hogy most ennek a hőmérséklete mínusz 196 Celsius fok. Hát nézzük, mire lehet használni ezt a nagyon hideget. Ezekben a lufikban különböző gázok vannak töltve. Van két olyan lufi, igazából nem is kellett volna rákötni a madzagra, le is lehet vágni innen. Ez nem akar elszállni, de van itt olyan lufi, amit hogyha levágok, és elengedném, akkor ez felszállna. Hát én ezt most nem fogom megtenni. Egyiket ide berakom. Igen. Hát itt van ez a lufi, amiben héliumgáz található. Mindenki tudja, hogyha a héliumgázzal töltött lufit, ha elengedem, akkor felszáll. Na de mi történik akkor, hogyha ezt lehűtjük folyékony nitrogénnel? Múltkori esetben ugye levegővel töltöttem a lufit, úgyhogy ezt most nem ismétlem meg azt a kísérletet, de akár hélium, akár levegővel van töltve egy lufi, megjegyezhetjük, hogy ezekben az esetekben, ha a hőmérséklete egy gáznak csökken, akkor a térfogata is csökken, és íme itt a héliumos lufi, és mégse száll fölfele. Na jó, egy picit várunk, és elég nagy lesz a térfogata, akkor elkezd fölfele szállni. Bemutassam még egyszer? Levágom innen a nehezéket. Az a lényeg, hogy amikor a lufi lehűl, és pici a térfogata, akkor ugye a körülöttünk lévő levegőből kevés levegőt szorít ki, ezért pici az a felhajtó erő, ami ráhat. Az, hogy pici vagy nagy, ilyet ugye fizikusok nem használnak. A ráható felhajtó erő ebben az esetben sokkal kisebb, mint a nehézségi erő. Ezért nem száll fölfele. De amikor elkezd melegedni, elkezd kitágulni, egyre nagyobb lesz a térfogata, egyre nagyobb lesz a ráható felhajtó erő, és abban az esetben, amikor a felhajtó erő nagyobb, mint a nehézségi erő, akkor elkezd fölfele szállni, ugye az erők eredője ebben az esetben fölfele mutat. Itt a másik lufi. Itt lehet látni, hogyha elengedem, akkor nagyon gyorsan próbál leesni. Egyet körbeadok, jó? Mindenki emelje meg és vizsgálja meg, hogy mekkora a súlya, jó? Próbáld meg ebbe az irányba továbbadni, és akkor ilyen kígyószerűen adjátok tovább. Van belőle még egy, íme, ebbe a lufiba kénhexafluorid gáz lett töltve, a sűrűsége kb. 8-9-szer nagyobb, mint a sima levegőjé, és ezért esik olyan gyorsan. Hő és hangszigetelő anyagként használják, illetve nagy feszültség elektromos kapcsolókat ilyen gázzal töltenek meg, és akkor nem tud akkor a ív keletkezni. Megnézzük, hogy mi történik, hogyha lehűtjük. Megpróbálok visszaönteni egy keveset ide a nitrogénből. Itt a lufi, kénhexafluoriddal töltve, és elkezdem lehűteni folyékony nitrogénnel. Ahol ráöntöm, lehet megfigyelni, hogy itt megváltozik a lufinak a színe. Igazából nem is a lufinak a színe változik meg, hanem a benne lévő gáz elkezd megfagyni. Hát ebben az esetben nem csak a térfogata csökken, hanem a halmaz állapota is megváltozik. És íme itt van a kénhexafluoridos lufi, mínusz 196 Celsius fokon. Ha elkezdjük melegíteni, például úgy, hogy a kezemmel tapizom, és egy kis hőenergiával besugázom, illetve rá is fújhatok,
akkor sem kapjuk vissza az eredeti méretű lufinkat. Azt vehetjük észre, hogy a lufink kisebb maradt. Hova tűnt belőle a gáz? Ott van benne, csak már nem gáz. Lehet hallani? Megfagyott. Tehát szilárd halmazállapotú lett. Ugye most megkérdezhetnétek nyugodtan, hogy hogy lehet, hogy megfagyott, amik általában szokott lenni, hogy egy gázt, ha elkezdünk hűteni, akkor először cseppfolyós lesz, és csak további hűtés hatására fagy meg. Hát a kénhexafluorid az egy nagyon érdekes anyag, hasonlóan, mint mondjuk a kámfor, vagy a száraz ég, amiben már mutattam be kísérleteket. Normál légköri nyomáson szublimációra képes. Ez azt jelenti, hogy a szilárd és a gáz halmazállapotot ismeri. Ha levágom itt a lufinak a száját, kiengedjük belőle azt a kis gázt, és kiszedjük a lufiból a szilárd halmazállapotú kénhexafluoridot, akkor íme itt van szilárd halmazállapotú kénhexafluorid. Viszont nagyon hideg és súlyos fagyásos érülést tud okozni. Ugye ebben az esetben ugye ez egy szilárd halmazállapotú anyag, és veszélyesebb hozzányúlni, mint amikor az ember ugye a folyékony nitrogént a kezére tölti. Azért, és a tanárnő említette ezt a Leidenfrost jelenséget, csak hogy kapcsolják egy picit az előadáshoz, amikor az ember a folyékony nitrogént ráönti a kezére, ugye akkor a nitrogén azonnal elkezd forni, és egy gázréteg alakul ki a folyékony nitrogén, illetve a meleg kéz között. Ez a gázréteg nagyon jó hőszigetel, és nem engedi, hogy az ember keze lefagyjon. Viszont amikor egy olyan anyagot tartunk kézbe, ami szilárd halmazállapotú, akkor nincs meg ez a Leidenfrost jelenség, és ebben az esetben súlyos fagyási sérüléseket lehet okozni. Aki kíváncsi rá, esetleg előadás után leveszem ezt a valamit, és megmutatom, hogy milyen ez a fagyási sérülés egy-két nap eltelte után. Na! Ne vesszen kárba ez a kénhexafluorid, belerakom ebbe a lombikba, és bevallom őszintén, két eszközt is elfelejtettem hozni, az egyik az egy lufi. Talán megpróbáljuk ezzel, hátra működik. Ez egy nagyon jó lufi, kétszer is lehet használni, két kísérletre. Azt figyelhetjük meg, nem tudom mennyire lehet látni, talán így kézbe tartom még jobban, a lufi elkezd tágulni. Ugye most a melegítés hatására a szilárd halmazállapotból gázhalmazállapotúvá próbál visszaváltozni, és ez az a gáz, ami belemegy a lufiba és kezdi el fölfújni. Ugye ez a jelenség, ezt hívjuk szublimációnak. Hát ide félre rakom, azt majd kíváncsi leszek, hogy előadás után mekkora lesz ez a lufi. A következő kísérlethez egy teáskannát fogok használni. Teáskannába töltünk egy kis folyékony nitrogént, kb. Úgy 3/4-ig. Ugye mi fog történni a teáskannával? Elkezd lehűlni, lehűl mínusz 196 Celsius fokosra. És hogyha a kanna elég hideg, akkor valami érdekesség figyelhető meg, nem tudom, akik az első sorban vannak, biztos, hogy láthatják, elkezd csöpögni valami az oldalán, megpróbálom összefogni ezzel a gyuáredénnyel, és gondolkozzunk el azon, hogy mi lehet az, ami csöpög ott a teáskanna oldalán. Valaki azt mondja, hogy víz. Na most a teáskanna az most ott alul, hát egy icipicivel lehet csak melegebb, mint a folyékony nitrogén hőmérséklete, tehát egy icipicivel melegebb, mint mínusz 196 Celsius fok. Ha az víz lenne, akkor az odafagyna. Tehát víz az nem lehet. Mi lehet még? Lehet folyékony nitrogén, azt mondjátok, hogy egy rossz kannát hoztam, egy lyukas kannát, és alul ereszt, és ezért folyik a folyékony nitrogén. Az ötlet jó lenne, viszont ha megnézitek, itt elkezdtem összegyűjteni, más színe van ennek, amit összegyűjtök, mint a folyékony nitrogénnek, tehát ez nem folyékony nitrogén. Valaki azt mondja, hogy széndioxid. Hát a széndioxid az szublimál, normál légköri nyomáson folyékony halmazállapota nem ismeretes, úgyhogy széndioxid se lehet. De jól mondtátok, a levegőben található még oxigén, és akár ez lehet oxigén, folyékony oxigén, aminek a forráspontja mínusz 183 Celsius fokos. Hogy tudnánk bebizonyítani, hogy ez folyékony oxigén, ami ott csöpög le? Gyújtsuk meg, mert ugye az oxigén az táplálja az égést, vagy nem az oxigén fog elégni, hanem ha
valami ég, akkor az oxigén tudja táplálni az égést. Ez az egyik módszer rá. A másik módszer, amihez viszont elfelejtettem előkészíteni, lehűtünk egy mágnest, így, lehűtünk egy mágnest, és azt is tudjuk a folyékony oxigénről, az egyetemi tankönyvek azt írják, hogy mindezek paramágneses tulajdonságokat mutat. Ha most bonyolultan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a mágneses szuszeptibilitása egynél nagyobb, és csak egy icipicivel nagyobb, de hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a folyékony oxigént nagyon gyengén, de vonzza a mágnes. Ezt majd mindjárt meg is próbálom mutatni. Megpróbálok összegyűjteni kellő mennyiséget. Ugye itt oldalt a pára odafagy, ezt most megpróbálom letörölgetni. Nem tudom, mennyire látszik. Hát ő a folyékony oxigén, egy ilyen opálos színű anyag, és ugye mivel mínusz 183 Celsius fokon cseppfolyósítható, ezért nála 13 Celsius fokkal hidegebb nitrogénnel könnyen előállítható. Na most nézzük meg, mi történik, hogyha talán eléggé lehűtött, jó erős neodímium mágnest belerakom. Akkor azt figyelhetjük meg, hogy ki tudtam emelni vele a folyékony oxigént, ez még nem hűlt le eléggé. Úgyhogy még egy icipicit visszarakom, és megpróbálok még egy kevés oxigént előállítani, hogy biztosan működjön a kísérlet. Lassan elfolt az összes nitrogénünk itt a teáskannába. Még egy picit utána töltök. Hopp! Nem keverjük itt a dolgokat. Én csak egy tiszta folyékony oxigént szeretnék előállítani. Nitrogén nem keverünk hozzá. Ha elfújom így ezt a... Ugye mi is ez a felhő? Elárultam. Mi ez a fűszerű képződmény? Ez egy felhő. Ugye annyira hideg a nitrogén, ahogy lehűti a levegőt, annak a páratartalma lecsapódik. Picit félrefújom. Pillanatra előtűnnek ezek a cseppecskék. Na, talán ez a mágnesünk már eléggé lehűlt. Ezt korábban bele kellett volna raknom a nitrogénbe. Tehát, belerakom a neodímium mágnest, és ki tudom emelni vele a folyékony oxigént. Ott lebeg az alján. Ha most megrázom, le fog csöppenni. Láttátok, hogy lecsöppent? Mutatom még egyszer. Tehát kiemelem a folyékony oxigént, a mágnes ott alul tartja a folyékony oxigént, és hogyha megrázom, akkor le tudom rázni róla. Tehát ez a paramágneses tulajdonsága a folyékony oxigénnek. Másik kísérlet, amivel tudjuk bizonyítani, hogy tényleg oxigén, itt egy cigaretta, beledobjuk, és kicsit megáztatjuk, megitatjuk egy kis folyékony oxigénnel. De mindenki tudja, hogy ha rágyújtunk egy cigarettára, akkor az a cigaretta az ugye parázslani szokott. Ebben az esetben ugye viszonylag nem kap elég sok oxigént ahhoz, hogy jó égés legyen, de ha átitatjuk oxigénnel, akkor remélhetőleg talán jobban fog égni a cigarettát. Mindjárt megnézzük, hogy mi történik. Talán eléggé sikerült átitatni. Így. Na hát akkor meggyújtom a cigarettát, csak közben nagyon hidegem. Vegyem a számba, ugye? És akkor úgy próbáljam meg. Na, így kell egy cigarettát nagyon gyorsan elszívni. Kis folyékony oxigénnel át kell előtte itatni, és lehet látni, hogy gyorsabban ég, mint hogyha simán meggyújtottam volna, ugye? Tehát az oxigén táplálta az égést, és ennek köszönhetően sokkal gyorsabban égett a ceruza. Lehet látni, hogy a füst, ugye az égéstermékek fölfele szállnak, ugye meleg ezek az égéstermékek, ezért a füst fölfele száll. Gyorsan el is oltom, miért a tűzjelzőt beindítanám. Hogyha lehűtjük a cigarettát, akkor azt figyelhetjük meg, hogy a füst, a hideg füst az lefele száll. Tehát jegyezzétek meg, a meleg füst fölfele, a hideg füst lefele száll. Jó? Na ki az, aki ezt elhiszi nekem? Remélem senki se. Ugye az előbbi esetben tényleg igazi füstöt láthattunk, viszont amikor beleraktam én a kannába, szönöm, beleraktam ide a teáskannába a cigarettát, akkor elaludt a cigaretta, úgyhogy ez már nem füst, nem annyira hideg, hogy ahogy hűti a levegőt, folyamatosan ugye felhő, illetve kötképződést figyeltünk meg.
és mivel ez eléggé hideg, ezért ugye ez lefele szeret szállni. De lehet, hogy így kéne hordani, nem tudom, hogy helyes így? Így, ugye? Hölgyeknek így, uraknak így. Na, ez a nagymamám kalapja. Tud róla, hogy elhoztam, persze, megkérdeztem tőle. Ugye miért szoktak kalapot használni a hölgyek, illetve az urak, ha használnak? Mi miatt? Tudtok-e valami ötletet mondani, hogy miért? Valaki azt mondja, hogy a tűz ne égesse meg a nyakukat. Hát nem ezért vesznek az emberek kalapot. Ez is egy jó ötlet, hogy például télen melegen tartja az embernek a fejét, mert nem tud annyi hőtől megszólni. Tehát ugyanúgy, amikor sok ruhát magunkra veszünk, a fejünket mondjuk egy ilyen tökfödővel tudjuk megvédeni attól, hogy ne fázzon meg. Ez is egy jó dolog. Aztán mi lehet egy kalapot használni? Divatból eszi, tehát ezt kellett volna először mondanotok, amikor rám néztetek, hogy mert jól áll, tehát például ezért is lehet. Aztán valaki mondta azt, hogy például ne süssön az ember szemébe a nap, tehát ilyen ellenzőként is lehet használni, ez is egy jó ötlet. Aztán nitrogént összegyűjteni benne, nagyon jó, tehát az ember nem tud beszerezni ilyen speciális hungarocell edényeket cukrászboltokba, mert ezekben valójában süteményt szoktak csomagolni. Akkor azt mondjátok, hogy akkor a kalap is megfelel erre a célra, csak egy kicsit drágább. Tehát azért egy ilyen kalap több ezer forintba kerül. Na, egy tulajdonságát még megemlíteném a kalapnak, hogy mire használják az emberek. Hát ha például esik az eső, akkor szárazon tartja az embernek a fejét. Ez a kalap nyúl szőrből, nyúl prémből készült, és annyira sűrű szövésű, hogy azokon az apró kis lyukacskákon a víz nem képes átjutni. Na most mi van akkor, hogyha a levegő mondjuk nem vízeső hullana, hanem folyékony nitrogéneső. Ezek szerint mégse lehet nitrogént tárolni a kalapba. Szóval, ha nitrogéneső hullana, akkor ezzel a kalappal nem mennénk sokra, mert egyszerűen átengedi magán a folyékony nitrogén. Mert azért nem kell félnünk, itt a Földön nem fog nitrogén eső esni, de van olyan, hogy a naprendszerünkben van olyan hely, például a Triton nevezetű hold, amiről azt kell tudni, hogy a légkörében nagyon sok nitrogén van, és annyira hideg a hőmérséklet, hogy ott naponta többször is esett folyékony nitrogén eső. Hogy ez a hold, ez a Triton hold, melyik bolygónak a hold, ez házi feladat, hogy nyomozzátok ki, és majd egyszer majd becsempészünk ide a kérdések közé. Igen. Ez újdonság volt, hogy köszönöm a tanárnőt, akkor ezentúl ezt is el fogom tudni mondani az előadásom. Közben picit leveszem, mert azért eléggé el tudja fagyaszt az embernek itt a hajhagymáit, és kopaszodást tud okozni, és azért igyekszem azért megőrizni a hajamat. Hogy lehetséges az, hogy a víz nem tud átfolyni egy ilyen kalapon, ez a nitrogén pedig át tudott folyni? Azt mondjátok, hogy mi kisebb? Melyik molekula? A nitrogén molekula, vagy a víz molekula? Ja, logikusan azt gondol az ember, hogy a nitrogén azért tudott átmenni, mert a nitrogén molekula az kisebb. Ugye a nitrogén molekula az két darab nitrogén atomból áll, míg a víz molekula az egy oxigén, amihez két hidrogén kapcsolódik. Na most az igazság, hogy ebben nincs igazatok, mert egy nitrogén molekula az nem kisebb, hanem... Azaz, a két különbség, a legfontosabb különbség egy nitrogén molekula és egy víz molekula között, hogy a nitrogén molekula ugye a szimmetrikus, ezért ő apoláris, míg a víz molekula az ugye poláris, vagy poláros, én se tudom sohasse, hogy kell mondani. És ebben az esetben a víz molekulák azok szeretnek összekapcsolni hosszú láncokká. Míg a nitrogén molekulák azok magányosan fordulnak el, a víz molekulák meg egy 40-50-60 tagból álló hosszú láncokat alkotnak, és ezek a vízláncocskák, ezek tényleg nem férnek át azokon a lyukakon,
míg a nitrogén molekulák azok pedig képesek átférni, mert ugye ők magányosan fordulnak elő. Egyszerűen így lehet elmagyarázni ezt a kísérletet, de igazából az, hogy a víznek milyen a felületi feszültsége, ennek is nagy szerepe van ennél a kísérletnél, de az már kicsit bonyolultabb, úgyhogy abba a magyarázatba nem is szeretnék belemenni. Ezeket a kísérleteket szerettem volna bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmet, és két hét múlva akkor ugyanúgy szeretettel várunk vissza minden érdeklődőt. Köszönöm.